Április 14-e van, jó estét kívánok! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják, amelyben összefoglaljuk az önök számára az elmúlt hét eseményeit. Egy héttel ezelőtt, április 7-én az április 6-i parlamenti választásokat foglaltuk össze. Hazaérkezett a junior világbajnok párbajtőröző, Esztergályos Patrik, hogy hogyan fogadták a társai, erről keddi híradónkban tudósítottunk. Megnyílt a megújult Gutai Galéria, illetve a Tatai Írzenekar 6 éves születésnapját koncerttel az Angyalok és Tündérek Galériában ünnepelte. Közmeghallgatást tartottak a Kossuth téren útügyi szakemberek a Kossuth tér rekonstrukciójával kapcsolatban, és dokumentumokat gyűjt a Városi Könyvtár, amelyek az első világháborúhoz kapcsolódnak. A dokumentumokból egy kiállítást rendeznek majd szeptemberben, az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából. 91%-os feldolgozásnál valóban tetemesnek tűnik az előny közel 5000 szavazatnyi különbséggel vagyok az élen. Ez előfeltételezheti azt, hogy meg lehet az a mandátum, az a jogosítvány, amely a következő 4 esztendőben arra fog jogosítani, hogy a Tatamedencét és abban helyet foglaló településeket, Bajt, Vértesszőlőst, Szárligetet, Tatát és Tatabányát is teljes merszélességgel képviseljük. Ami ebben a legszebb, itt az utolsó hetek történéseit figyelembe véve, hiszen eléggé mocskos hazug lejárató kampányt végeztek a baloldali kollégák, szokásaiknak megfelelően teszem hozzá, de most mindent beleadtak annak érdekében, hogy ezt a általuk nyerhető választókerületet vigyék saját magukkal. Ezt a gyűlöletkampányt, a gyűlölet politikai kultúráját, azt teljes egészében felülírta az egymásba vetett bizalomra épülő összefogás politikai kultúrája. Én azt mondom, hogy ebben van a jövendő. Nagyon sok munkánk lesz a következő 4 esztendőben is, de nagyon szép eredményeket fogunk itt az összefogás, az igazi összefogás, az emberi összefogás keretében elérni a Tatamedencében. Amikor beszélgettünk, hívtam önt egy hosszabb beszélgetésre, azt mondta, hogy akkor beszélgessünk majd, amikor igazából lesz miről. Ez azt jelenti, hogy még sok minden rendezetlen, vagy úgy gondolja, hogy valóban, amikor már konkrétumok lesznek, akkor már is gondolom, hogy rengeteg teendője van még a következő napokban. Az elmúlt hónapokban bőséggel végig beszéltük az elvégzett munkának az értékelését és az elvégzendő feladatokat is sorjára vettük. Meg kell várnunk azt, hogy lássuk azt, hogy mi is a végeredmény összességében országosan, hogy áll össze az országgyűlés, mikor fog megalakulni. Az országgyűlésen belül milyen munkaszervezetek, bizottságok lesznek, ott ki milyen feladatot fog végezni, vállalni, én magam is. Szeretném azt látni, hogy hogyan tudom folytatni a szakmai szakpolitikai tevékenységet, és akkor van megítélésem szerint értelme létjogosultsága, hogy értékeljük az újonnan kialakult és stabilizálódó szakpolitikai vagy politikai helyzetképet, hiszen abból lehet látni azt, hogy milyen esélyekkel tudunk neki látni annak a munkának az elvégzéséhez, amelyben tulajdonképpen megállapodtunk az elmúlt hónapok során. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, hogy hogyan gondolja, mi az, ami miatt nyert az önök pártja, vagy a koalíciója, és mi az, ami miatt Bencsik János nyert? Én azt gondolom, hogy ez a kölcsönös bizalom, és az elvégzett munka. Az eddig elvégzett munkának a teljesítménye, és az elmúlt hónapokban elvégzett munkának a teljesítménye is nagyon nagy súllyal esik latba. Az emberekkel való személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. Én köszönöm annak a több mint 500 aktivistának a munkáját és segítségét, akik az elmúlt 3 hónapban se szombatot, se vasárnapot nem ismervén végezték a dolgukat. Embertől emberig, közösségtől közösségig. Na, ennek a közösségi összefogásnak van meg az eredménye. Az meg különösen fontos visszajelzés a számomra, hogy 2-szer annyi különbséggel állok most az első helyen a baloldali összefogási jelöltje előtt, mint amekkora különbséggel vezet maga az engem támogató politikai szövetség, a Fidesz-KDNP szövetsége a baloldali összefogás előtt. De gondolom kellett Bencsik János háttere is, mert itt a mondandójában belefogalmazta a családot is, akik sokat-sokat tettek azért, hogy ebben a nagyon munkaigényes időszakban minden úgy alakuljon, hogy ezt önök is szeretnék.
Természetesen, és nem csak az én családom, hanem mindannyiunknak a családja, akik ebben a együttműködésben és szövetségben benne vagyunk. Hát tessék elképzelni, azért 500 aktivista hetek óta, mondhatom azt, hogy hónapok óta végzi a maga dolgát, járja a település részeket, mindenki a maga körzetében, beszélget az emberekkel, gyűjti a javaslatokat, és egyben biztatja őket arra, hogyha szeretnénk folytatni a már megkezdett munkát, és nem sikertelen munkát, akkor el kell menni a választás napján. Az azért nagyon sok távollétet is jelent a családtól, és nagyon sok türelmet és kompromisszumot az otthon maradottakkal. Képviselő úr, most már mondhatom, így még egy utolsó kérdés, közeljövő feladata, illetve holnap után hogy telik majd? Hát a közeljövőnek a feladatai azok majd azzal telnek, hogy kezdjük ki silabizálni azt. Hát ugye nekiállunk az eredményeknek az értékeléséhez, mert hamarosan egy újabb választás, az Európai Uniós parlamenti választás előtt leszünk, majd azt követően hirtelennyében beköszönt a nyár, és mikor felébredünk belőle, akkor a gyermekek iskoláztatását követően pedig elérkezik az önkormányzati választás, aminek nagyon nagy tétje van, hiszen 5 évre fogunk választani önkormányzati képviselőket és polgármestereket az eddigi 4 év helyett. Tehát ahhoz az elemző munkát el kell végezni, és ott azokon a területeken, ahol azért van egy kicsi hiányosság, van egy kis gyengeség, akkor arra rá kell készülni, rá kell erősíteni, a másik pedig hát nézni kell azt, hogy a parlamenti munkarend az hogyan fog alakulni, mikor kapjuk meg a behívót, és hát ezen túlmenően egy kicsit kell a gyermekekkel is foglalkozni, még a tavaszi szünet előtt is, meg a kertet is rendbe kellene tenni, mert a gyümölcsfák lassan elvirágzanak, de még a lemosó permetezés az mindig nem történt meg, az most már nem is fog megtörténni. De azért a nagyobb bajt meg kell akadályozni, a kártevőket mindig azért el kell hessegetni a gyümölcsös kertek környékéről is. Akkor közvetlenül is áttételesen is jó munkát kívánok ehhez. Megállapítható tehát, hogy az április 6-ai képviselői választások győztese Bencsik János, Fidesz-KDNP jelöltje lett, második Lukács Zoltán Géza, az MSZP Együtt DKPM-MLP, harmadik pedig Vágó Sebestyén, a Jobbik jelöltje. Végleges adatok akkor állnak rendelkezésre, ha az átjelentkezők és a külföldön szavazók voksai is beszámításra kerülnek majd. Az újdonsült világbajnokot vívó társai nem akármilyen fogadtatásban részesítették Tatán a Vaszari iskolában. Hát az igazság, hogy nem számítottam rá. Gondoltam, hogy lesz valami kis meglepetés, de hogy ekkora, erre nem számítottam. A szombat délutáni döntőben Patrick 0-5-ről fordított, és hatalmas küzdelemben végül 15-14-re verte amerikai ellenfelét. Nehéz volt a mezőny, hiszen a 97-es korosztály az ebben az évben nagyon kemény volt, nagyon komoly volt, és az az igazság, hogy minden nemzetből a legjobbak voltak itt, tehát minden nemzetből a legjobb 3 vívó volt itt, és ők vettek részt a versenyen, és ez azt jelentette, hogy akik ide kijutottak, ők mindegyiknek ugyanolyan esélye volt a győzelemre a végén. Nagyon nehéz volt az eleje is, a vége is. Az elején nehezen indult, egy orosszal kezdtem a táblavívást, elment 3 tussal. Nehéz volt visszahozni, taktikát váltottam, és ezáltal így végig tudtam menni a versenyen. Először is a célom, amikor így a Csabival, mesteremmel beszélgettem a célokról, álmokról, először csak a világbajnokságon a 8-ba jutás volt a cél. De amikor bejutottam 8-ba, akkor azt mondtam, ha már egyszer itt vagyok, ki tudja hányszor leszek még itt, akkor tegyük meg azt, amit lehet, és sikerüljön úgy, ahogy kell lennie, és sikerült is. Patrikot edzője, Partali Csaba is meghatódva fogadta. Még én is szokom ezt az érzést, soha nem volt még ilyen. Ez az első igazán komoly eredmény világversenyről. Tehát nem is komoly, ez talán a legkomolyabb, amit utánpótlásban el lehet érni. Hát most lesz szeptemberben 7 éve, hogy bejött a vívóterembe. Tehát 2007, 10 éves kora óta én foglalkozom vele. Ő volt talán a mozgásilag, technikailag ő volt az egyik legjobb vívó itt a társaságban. Valami hiányzott, valami plusz hiányzott belőle ahhoz, hogy verseny nyerjen. Hát 5 éve küzdünk ezzel az ezüstérem és bronzérem szindrómával, és 5 éve azt próbáljuk, nem csak én, hanem a kollégák Attila is felé is azt mondani neki, hogy ez egyszer át fog fordulni, akkor fog átfordulni, amikor a legjobban kell, és hát beigazolódott, mert tényleg a VB döntőbe kellett a legjobban. Az ünneplők között ott volt Mihály József polgármester és az Egyesület főszponzora is. Ez egy óriási eredmény nekünk. Azt gondolom, hogy a vívóklubunk utolsó 5-6 évének ez a legnagyobb sikere. Hát világbajnok azért nem minden klubban van,
hát most nekünk ez is megadatott, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Minden ilyen sportsiker az utódnevelésben, az utánpótlásban óriási erőket fog gerjeszteni, és reméljük, hogy a mostani 60-70 gyereken túl a jövőben sokkal többel tudunk foglalkozni, és minél nagyobb lesz a merítésünk, annál több világbajnokunk lesz a jövőben, reméljük. 4 év után újra nyitott a Gótai Galéria. A város bérbe vette a helyet, amelyet a mecénás közalapítvány feladata megtölteni tartalommal. Minden 25 évvel ezelőtt kezdődött, mesélte a múltról Gótai János tanár, festőművész. Amikor végül is még a feleségemmel együtt, meg néhány baráttal együtt, akik hasonló érdeklődésűek, hogy kellene valami olyan helyiséget nyitni, ahol tényleg az akkor alakuló művészeti körök, mint például a miénk is volt, az Ártot, aztán a Horizont, és de hát végül is az, hogy mind a tataiaknak legyen kiállítási lehetőség, hogy nem mindig a műfázat kelljen kérni, meg bérelni, hanem és akkor kezdtük el a garást kitakarítani és átalakítani. A feleségem akkor még csak úgy volt, hogy az Árthat vagy a Horizontnak a kiállítóhelye, de azután jöttek fölvidékről is kérések, erdélyiek, Csángóföld, ez egy csodálatos időszak volt ez. Egyszerűbb volt, akkorinak megfelelően, de nagyon szép emlékek vannak. Én azt gondolom, hogy egy olyan intézménnyé lehetne építeni ezt a mecénás közalapítványunkat, amely valóban összefogja a városban a művészeket, a művészettel foglalkozókat, legyen az a bármelyik ága ennek a történetnek, a költőktől, a zeneszerzőkön és a zeneművészeken keresztül, természetesen a képzőművészeken egészen bezárólag. És ennek az ötletnek a kapcsán jött az a feladat, amit én kértem Lévai Ádámtól, hogy akkor viszont hozzuk létre a tatai képtárat, vagy galériát, kiminek majd kitaláljuk a nevét azért hosszasan. És Kassa József, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta azt, hogy mi lenne a Gutai családdal, tárgyalna a város, tárgyalna a mecénás közalapítvány, és mi lenne, ha ez a Gutai galéria lenne az, amit megújítanánk, megszépítenénk. És ebbe hála jó Istennek a Gutai család is örömmel társult a gondolathoz, amit ezúton is köszönök nagyon nekik, mert egy családi örökségben lehetünk itt, az az ő családjuké ez az épület, a város, illetve a mecénás közalapítvány bérli, és ennek következtében létrejöhetett ez a szép kiállító tér. Igazából a mecénás közalapítványnak olyan feladata lesz most már, úgy gondoljuk, hogy egyrészt a fiatal pályakezdő nem csak művészeket, nem csak, hanem akár a tudomány világában próbáló fiataloknak esetleg ösztöndi rendszert is beindítani, meg nagyon sok olyan fajta dolgot gondolunk a galériába, mint egy olyan központi bázisa, nem csak az alapítványnak, hanem ilyen városi gondolkodó helynek találtuk ki ezt, hogy itt lennének irodalmi estek, könyvbemutatók, lennének olyan fajta összejövetelek, beszélgetések, például kis bormustrák, tehát a helyi kis borosgazdák is bemutathatják termékeit, összekötve egy kiállítás megnyitóval, vagy éppen záróval. Tehát elég szélesre akarjuk tárni ezt a dolgot. A város felső tatai fele hétvégére csendessé válik, élettelen lesz. A galéria talán programjaival az eddigi hiányt tudja pótolni, ki tud alakítani egy szellemi alkotóközeget, amely ennek a városrésznek az életét is meg tudja mozdítani. A Shamrock ír zenekar születésnapját ünnepelte a hétvégén az Angyalok és Tündérek galériájában. Édes Zoltán a zenekar motorjának halála után is együtt maradtak, és tovább zenélnek. Voltak a tarsolyban olyan elképzelések, amiket mindenképpen szerettünk volna elénekelni, és most sorra mindenki veszi elő az ötleteit, és tanulgatjuk az új számokat. A Shamrock alapvetően az ír zenére jött létre. Egy-két kóddal is van, de többnyire írt éneklünk és játszunk. Zoltán nehéz pótolni. Amikor megpróbáltuk felosztani a feladatokat, akkor jöttünk rá, hogy mennyi mindent csinált. Szerencsére mindenki ért valamihez, úgyhogy a kottaírástól a hangszerelésig, fordításig, egyéb dologig megpróbáljuk megosztani a munkát és elvégezni, és a végén összerakni, hogy egy igazi csapatmunka sikerüljön.
Körülbelül a fele olyan, amit az elmúlt másfél év alatt gyűjtöttünk össze, illetve tanultunk meg, úgyhogy pár számban debütálunk ma este. Itt a galériában ez a 5. vagy 6. alkalom, és mindegyik nagyon jól sikerült, és mindegyiknél ez a kettő szerep nekem nagyon emlékezetes, és szép emlékei az életemnek, úgyhogy nem tudom elválasztani. Én alapvetően nem vagyok képzett zenész, énekelni szoktunk régebben, nem csak régebben, most is van egy kórusunk, ez a Szent Márton Kamara kórus, ahol én éneklek, de a többi zenekari tag is valamilyen kórusban énekelt, aki nem, az pedig képzett zenész, úgyhogy így állt össze a csapat. Én azt gondolom, hogy a zene az embernek minden élethelyzetében jól áll, tehát ha szakrális, akkor szakrális, ha népzene, akkor népzene, hogyha kocsmai zene, akkor kocsmai zene, a zene zene. Amikor olyan lelki állapotban és olyan emelkedettebb hangulatban van az ember, akkor nyilván a szakrális zene, de egyébként tehát ezt az írzenét is nagyon szeretem, mert nagyon hangulatos és jó. A zenekar tagjai képzett zenészek és lelkes amatőrök, akiket a zene szeretete és közösségteremtő ereje tart össze. Nyáron elkezdődhet a Kossuth tér átépítése. A tervek már elkészültek, az anyagi forrás biztosított, így hamarosan elindulhat a városközpont rehabilitációjának következő üteme. Ez egy régi projektje a városnak, hiszen a város főtereit, főutcáit régóta szeretnénk átalakítani, felújítani, megújítani. Most érkeztünk el ahhoz az időszakhoz, amikor a tervek egyrészt olyan állapotba kerültek, az anyagi forrás biztosítható, és talán most már minden akadály elhárul, hogy valóságosan is megkezdődjön a munka. Ehhez van szükség még egyszer a terveket véglegesíteni, az engedélyezéseket lezárni, minden szakhatósági engedélyt beszerezni, indulhat a közbeszerzés, és akkor reményeim szerint valamikor a nyár folyamán el tud kezdődni az építkezés. A mai közmeghallgatásra a Kossuth tér környékén élő tataiakat várták, hogy feltehessék kérdéseiket a munkálatokról és a közlekedési rend változásairól. Az önkormányzat elképzelése az volt, hogy archaikusabb legyen a Kossuth tér, és az autós forgalom is lelassuljon, lecsökkenjen a területen. A tervek elkészítésénél ezek voltak a fő szempontok. Nagyon komoly átalakítása olyan szempontban a közlekedésnek nem történik, de mondjuk a Kocsi utca felől, a Kossuth tér felé közlekedőket, aki nem a Kossuth térre jön direkt, vagy a Rákóczi utcába direkt, azokat szeretnénk a Május 1 út felé terelni, az miatt is, hogy a Kossuth téren magán az áthaladó forgalmat csökkentsük, a cél ez volt a terv megalkotásakor, viszont nem zárjuk ki. Tehát aki mégis szeretne bejönni a térre autóval, és nem bírja ki, hogy gyalog jöjjön, az megteheti ezután is, egy kicsit több nehézséggel, és egy forgalom csillapított terepen végig, hiszen a járda, az a néhány parkoló, ami lesz a Kossuth téren, az úttest rész, ezek mind egy szintbe lesznek, tehát nem lesz szintbeli eltolódás. Ez önmagában egyrészt a rendezvényeket nagyban segíti, és az autóst pedig egy ilyen bizonytalan helyzetbe hozza, hogy most biztos jó helyen járok-e, ez miatt is már automatikusan lecsillapítja a haladási sebességét, és a biztonságot pedig növeli a gyalogosok és a ott tartózkodók számára. Az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítást tervez a Kunidomokos Múzeum. A kiállítást idén szeptemberben mutatják majd be a közönségnek. Az anyag szépen gyűlik, sőt a múzeum törzsanyagában is számos olyan emlék található, ami erre az időszakra vonatkozik, de a múzeum munkatársai szeretnék személyesebbé tenni, ezért várják a lakosság segítségét. A kiállítást oly módon szeretnénk elkészíteni, hogy az Tata városnak az életére, a hétköznapi életére reflektáljon, azokra az eseményekre, azokra a történésekre, amik 1914 és 18 között történtek Tatán és környékén. Ezért arra szeretnénk kérni mindenkit, hiszen ez a
most már első világháborúnak nevezett egykori nagy háború minden család életében hagyott valami nyomot a Kárpát-medencében, hogy akinek a birtokában van olyan családi gyerekjeként kezelt és megőrzött dolog, ami erre az időszakra vonatkozik, és hogy pontosítsunk, lehet ez levelezés, levelezőlap, amit a frontszolgálaton levő hozzátartozó küldött haza. Lehetnek olyan hétköznapi tárgyak, amik ebből az időszakból megmaradtak. Számos olyan dolog kerülhet elő, vagy őrződhetett meg, amit a hozzátartozók a hadifogságban készítettek emléktárgyként, vagy éppen a háborút szerencsésen túlélő és hazajöve lőszerekből, különböző hadi anyagokból dísztárként hagytak egy-egy családnál, de számos olyan frontszolgálatot teljesítő vagy hadifogságból hazatérő katona is volt, aki naplót vezetett ebben az időszakban. Tehát arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy akinek a birtokában vannak ilyen jellegű tárgyak, vagy bármi, ami ennek az időszaknak a tárgyi kultúrájának a része volt, azt jelezze a múzeumnak, illetve amit szeretnénk kérni, hogy fotózása, digitalizálása kaphassuk meg, illetve a kiállítás időszakában azokat a tárgyakat, amiről úgy gondoljuk, hogy ezek fontosak a kiállítás szempontjából, szeretnénk majd kölcsön kérni, és természetesen mindent visszaszolgáltatunk az eredeti tulajdonosoknak. Ipari cégek, megyei ipari cégek keresnek munkavállalókat, és még több képzőprogramra is lehet jelentkezni a munkaügyi központnál. Erről tájékoztattuk Önöket csütörtöki híradónkban. Többek között a fényes fürdő flóráját, faunáját mutatja majd be az a tanösvény, amelyet az város ökoturisztikai programja keretében alakítanak majd ki a fényes fürdőn. Tatán a Befogadó Élettér című projekt keretében a legutóbb a Kőkúti Általános Iskolában volt program. A költészet napja április 11-e, amelyet Tata már évek óta egy rendkívül izgalmas programmal, a Versel a Város programmal ünnepel. A Bajtási Klubban is volt költészet napja, itt a saját verselőik, versíróik léptek fel. Április 12-e 2012 óta a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. Április 11-én Tata program sorozattal erre emlékezett. A program sorozatból a Szőgyéni utcában történt koszorúzást mutattuk meg Önöknek az elmúlt héten pénteken. A munkaügyi kirendeltségen több cég állásajánlataira lehet még jelentkezni. Többek között a Koloplaszt, a Güntner, az Oroszlányi Borgvárner és a Tatabányai Bridgestone is tömeges munkaerő felvételre készül. A jelentkezés feltételeiről a tatai kirendeltségen lehet érdeklődni. Tavasz beköszöntével a vendéglátó, az építőipar, illetve a mezőgazdasági tevékenységű cégek állásajánlatai mellett tömeges igények vannak a feldolgozóiparból, részben Tatáról, részben Komárom, Oroszlány, Tatabánya környékéről. Gyakorlatilag minden munkáltató előszűrést kért, úgyhogy minden állásajánlatra csak kizárólag a kirendeltséggel lehet jelentkezni, illetve amennyiben a tesztírásokat itt szervezzük, akkor az is itt bonyolódik. A cégek egy jó része ugye most létszámot bővít, de akinek viszont nehézségei vannak, annak is tudunk ajánlani segítséget, tehát a munkai megőrző támogatásunk még él. Ezt azok a cégek igényelhetik, akik átmeneti likviditással küzdenek. Itt azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem alanyi jogon járó támogatás, mert sajnos megjelentek a körzetünkben pályázatíró cégek, akik ezt úgy hirdetik, mintha alanyi jogon járna. Nem. Tehát itt ugye a mérleg eredmények, illetve a számszaki mutatók alapján állapítjuk meg, illetve a támogatás ennek függvényében jár. A megfelelő munkaerő biztosítása érdekében a munkaügyi központ folyamatosan indít képzéseket. Ezeket a képzéseket támogató programmal finanszírozzák, így csak azokat a munkavállalókat tudják bevonni, akik még nem vettek részt benne. 6 célcsoportban jelöli meg a program a bekerülendő ügyfelek körét. Ez az alacsony iskolai végzettségű, a 25 év alatti, az 50 év fölötti, a gyesről-gyedről visszatérők, illetve az önkormányzati segélyes kör. A tanfolyamok, amik még a közeljövőben indulnak, azok részben férfi, részben női szakirányban indulnak, tehát a hegesztő, a
targoncás, a CNC gépkezelő, a tehergépkocsi vezetői, hivatásos tehergépkocsi vezetői kártyát biztosít a GKI tanfolyamunk, illetve a parkgondozó és a raktáros tanfolyamok a közeljövőben indulnak, tehát akinek ilyen elképzelése van, az minél hamarabb keresse fel a kirendeltséget. Az intenzív mindennapos tanfolyamok tatabányai és komáromi helyszíneken zajlanak. A tanfolyam időtartamára a munkahelyi központ keresetpótló juttatást ad, ami havonta bruttó 70 ezer forintot jelent, és 90%-os utazási kedvezményt is biztosít. Még a tavasszal elkezdődhet a Fényesen az ökoturisztikai fejlesztés, a fényes tanösvény építése, mellyel a fényesfürdő új arculatot kap, és újabb turisztikai vonzerőt jelenthet a városnak. Itt, ahol most állunk, ez a helyszín, ez a főbejárattól balra található, és gyakorlatilag ez lesz a központja, úgy is hívják, hogy látogató központ. Az fog létesülni ennek a meglevő épületnek a felújításával és a bővítésével. És egy gyönyörű terasz épül eléje, mozgássérült parkolóval, megközelítési lehetőségekkel, és az egyik fő látványossága a projektnek egy gyönyörű 16 méter magas fatorony, aminek a közepében egy átlátszó üvegcsőben folyamatosan látni lehet a visszatérő karszvíz mindenkori szintjét. A közbeszerzést az önkormányzat kiírta, a pályázók leadták a kivitelezésre vonatkozó ajánlatukat, és az értékelés most folyik, tehát az azt jelenti, hogy optimális esetben egy hónapon belül lehet szerződést kötni a vállalkozóval, és meg is kezdődnek a munkálatok. A befejezését illetően nyilván az ajánlat tartalmaz, ez az egyik értékelési szempont, hogy aki korábban fejezi be, az több pontot kap érte, és akkor várhatóan ő fog nyerni, de azt most még nem tudjuk megmondani emiatt a pontos zárási időpontot, de mi úgy tervezzük, hogy a munkavolumenőt tekintve ez az idén elvégezhető, tehát őszre, késő őszre már akár látogatókat is fogadhat. Ezzel a fényesfürdő egy új arculatát mutatná meg a kedves vendégeinknek. A természethez közelebb próbáljuk őket vinni és csábítani, a természeti védelmi értékeket próbáljuk kiemelni, a védett növényeket, az állatok, az itt élő növénytársulásokat, állatvilágot mutatnánk be, vízi, szárazföldi és a madarakat is, a kis apró bogarakat. Eddig csak tájékoztató táblák jelentek meg a fényesfürdő egy-egy pontján, ahol természetvédelmi értékkel bíró növénytársulás vagy állatvilág élt, most pedig bevinnénk a kedves vendégeket az égeresbe, és ott megmutatnánk a felszín, illetve a felszíntől egy kicsit távolabbi élő növényeket és állatokat is. A projektelemek a kisebb korosztályú gyerekeknek valószínűleg aktív élményt nyújtanak majd a vizes játékokkal. Így akár iskolás csoportok tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek ide, illetve tanórákat is tarthatnak majd a környékbeli iskolák. A Befogadó Élettér Tatán című pályázaton Tataváros 4 iskolája vesz részt. A Kincseskert óvoda, a Kőkuti Általános Iskola, a Jávorka Mezőgazdasági Szakképző és az Újúti Diák Otthon gyerekei számára folyamatosan szerveznek közös programokat, hogy ezzel segítsék az integrációt. Egy közös pályázaton vesz részt Tataváros 4 intézménye, a Kincseskert óvoda, a Kőkuti Általános Iskola, a Jávorka Mezőgazdasági Szakképző és az Újúti Diák Otthon. Ennek a pályázatnak az a címe, hogy Befogadó Élettér Tatán, és több közös programot szerveztünk már eddig. Most egy Szivárványhíd Fesztiválon vagyunk. Ennek a program sorozatnak az a célja, hogy együtt legyenek az intézmények gyerekei. Ma egy sportnap van, itt délután a gyerekek részére. Holnap lesz egy szakmai konferenciánk, és délután egy közös gálaműsor lesz, ahol szintén egymás előtt szerepelnek a gyerekek. Mai programban közös játékok vannak, uzsonnát fogyasztanak el a gyerekek, és a közös játék és élmények öröme, ez a fő célunk, és hogy megismerkedjenek így egymással, és együtt tudjanak élményeket szerezni. Két részre van osztva, két korosztályban vannak így együtt a gyerekek, itt vannak a kicsik és a óvodások és az alsó tagozatosok, és kint az udvari teremben pedig a nagy
gyerekek. A gyerekek a közös programokat és a közös játékokat is nagyon élvezik, mely során könnyen létesítenek kapcsolatot egymással. Mi a Tatai Kincseskert óvodából érkeztünk, a nagy csoportosokat hoztuk magunkkal, és nagyon jól érzik magukat a gyerekek. Két részre osztottuk őket is, az egyik fele kidobósozott, és a másik fele pedig fogocskázott. Most éppen szünet van, és kaptak itt, megvendégelték őket, kapnak innivalót, és majd folytatjuk a játékot. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, nagyon várták a délelőtt folyamán is, élvezik azt is, hogy ilyenkor nem kell aludniuk, és nagyon befogadóak a többiekkel szemben, tehát nagyon, nagyon szeretnek együtt játszani a nagyobbakkal, illetve a többiekkel. Tehát szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. A Szivárványhíd Fesztivál zárásaként szakmai konferenciával egybekötött pedagógus továbbképzést és gálaműsort is tartottak, melyen az intézmények diákjai egyenként félórás műsorral mutatkoztak be egymásnak. Négy vándor jár körbe-körbe, egymás mindig megelőzve. Megérkeznek minden évben, ki ki az ő idejében. József Attila születésnapján, azaz április 11-én országszerte megtartják a Magyar Költészet napját. Tata 2011-ben csatlakozott az országos sorozathoz Versel a város című rendezvényével. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több helyszínen szavaltak óvodások, kisiskolások és középiskolások. A célunk az volt ezzel, hogy minden tatai gyerek bevonódjon abba a szép ünnepbe, ami az ékesszólásnak a napja is lehetne, hiszen a költészet valami természetes gondolatot, valami mindannyiunk által ismert gondolatot, valami gyönyörűséges csomagolásba tár elénk, és az, hogy a gyerekeink megszeressék a verseket, megszeressék a költőket, hajlandóak legyenek majd felnőtt korukban is kinyitni egy verseskönyvet naponta, legalább egy verssel táplálni a lelküket, ehhez az kell, hogy már ilyen kicsi korban megszoktassuk ezt velük. A másik pedig az, hogy az nagyon-nagyon jó dolog, hogyha a vers tanulással, a memoriterrel bővül a szókincsük, és ilyen szép szavakat tanulnak meg, amit egy-egy költő kitalált, vagy egymás mellé rakott. És a harmadik dolog pedig az, hogy szeretnénk a városnak is megmutatni, az itt élőknek, a városban sétálóknak, ügyüket intézőknek, vásárlóknak azt, hogy álljunk meg egy pillanatra, figyeljünk oda, hogy az élet olyan gyönyörű, hiszen a költőink olyan szépen énekelték meg, tanuljunk tőlük, és egy kicsit a lelkünket így merítsük meg a magyar költészetben. A Versel a város című programon idén rengeteg vers elhangzott. A pedagógusok szerint ez jó alkalom arra, hogy a diákok kicsit jobban elmerüljenek a költészetben, és jobban megszeressék azt. Kiosztottam a verseket körülbelül egy-két héttel ezelőtt. A könyvből mindenki választhatott magának egyet. Akkor először csak felolvastuk, és néztük az időt is, hogy beleférjünk az 5 percbe. Utána megbeszéltük, hogy ki fog párba mondani, mert egy kicsit hosszú lett volna, és így összeállt. És múlt héten már fejből mondták, úgyhogy most egy kis gondolba vagyunk, mert 7 hiányzónk van, de ügyesek voltak a gyerekek, mert akik együtt mondják, megtanulták a párjának a szövegét is, úgyhogy reméljük, hogy nem lesz probléma. Nagyon szeretik a verseket is, meg az olvasást is, és én úgy érzem, hogy nagyon fontos a gyerekeknek, hogy ebben a korban már szeressék a verset, és igyekszünk mindig olyan verset választani, amit eddig még nem tudtak. Jó így csendesen nézni a fákat. Érezni a derűt, mely mindent átad. Titokban éltem is szépen tovább éget, mint számban a parázsló szivar. S tűnődésem is úgy lent, illatos füstje a létnek, mint a napfényben a szivarfüst kedves kék karikáival. József Attila, Petőfi, Karinti, Nemes Nagy Ágnes és számos más magyar költő versei is elhangzottak a délelőtti órákban. A város minden intézménye részt vett a programon. A gyerekek izgatottak voltak, sokat készültek saját előadásukra. Otthon elmondom nagyon-nagyon sokszor, hogy már a testvérem és apukám is, anyukám is tudja. Aztán megbeszéljük, hogy apukám izgul helyettem, hogy nekem ne kelljen. Még elmondom az osztálytársaimnak is. Aztán most nagyon dobog a szívem, meg izzad a kezem, de igyekszem én jobban elmondani. Szerintem nagyon jó és ötletes, meg talán vicces kezdeményezés, hogy így az utca emberének mondunk verset. Nagyon örültem, amikor idejöttem és szembesültem ezzel a programmal.
jó ötletnek tartom. Sokat gyakoroltunk Edith nénivel, mértük az időt, aztán ma elárulta, hogy sorba állunk, és úgy fogjuk elmondani a verseket. Te milyen verset kaptál? A Kis Dénestől a Csillagiszikot. Nehéz volt megtanulni? Hát nem annyira. A Kossuth téren, a tóparton, a Haranglábnál, a Május 1 úton, a Fényes Vasori Idősek otthonában, a Deák Ferenc utcában, a Hajnalcsillag óvoda udvarán, Agostyánban, de még az egyes számú buszjáraton is hallgathatták a járókelők a magyar irodalom gyöngyszemeit. A junior óvodába jár a kislányom. Tegnap tudtam, hogy jönni fognak, úgyhogy kinéztünk, és nagyon ügyesek voltak. Nagyon büszke vagyok rájuk. Szép verset mondtak. Ez nagyon jó, hogy megemlékeznek róla. Kis kultúra, kis verset mondanak, úgyhogy én meg vagyok vele elégedve. Most Nyergesújfalon voltam a testvéremnél, és már az utca közepén hallom, hogy a gyerekek verset mondanak. Tudtam, hogy a péntek az ilyen versmondó. Hát csodálatosak, szépek ezek a gyerekek, okosak. Jó dolog ez. Felnőtteknek is fiatalodik a gondolata, meg a gyerekek hát aranyosak. Három éve szervez a Tatai Honvéd Bajtási Klub programot a Költészet Napja tiszteletére. Tagjai között sokan nem csupán versolvasók, hanem versírók is. Ez egy olyan alkalom, amikor bemutathatják egymásnak, ahogy ők fogalmaztak, lelkük rezdüléseit. Ilyenkor emlékeznek arra a már elhunyt tagtársukra is, akinek meg is jelent verses könyve. Józsi János, aki a mi klubtagunk volt, és amatőr költő Szívjeim című könyve is megjelent. Három évvel ezelőtt még élt, és tartottunk egy ilyen klub délutánt itt a klubban, és nagyon-nagyon jó sikerült. Tényleg csurig volt a színházterem, és akkor határoztuk el, hogy Rózs Jánosra is emlékezve, meg a Költészet Napjára emlékezve megtartjuk a Költészet Napját. Tavaly a Műzési Házban tartotta a két egyesület, tehát a Városi Műzési Egyesület és a miénk. Hát tavaly nagyon-nagyon sokan voltunk. A vízimalomteremben alig fértünk be. A versek, főleg a József Attila versek, meg hát amiket itt hallunk majd ma, ezek mind a lélek tükrei, szabad így mondani, és az a klub nem csak, hogy mondjam, hagyományt őriz, hanem ilyen értelemben ezt a körzet is hagyományt is ápolja. Nagy Olga már összeállított egy könyvre való saját verseiből. Az ünnepi alkalomra ebből a 150 versből is válogatott. Én imádom a verseket, már kiskoromtól kezdve az első verses kötetemet édesanyámtól kaptam, a Petőfi összes verse, azóta is imádom. Vannak az embernek olyan rossz napjai, és ha egy szép vers, amikor elvarázsol engem a tavasz virágos rétére, vagy akárhova, akkor úgy földobódok tőle. Ha pedig bánatos vagyok, akkor egy vidámabbat olvasok, tehát én nagyon szeretem a verseket. Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek, hosszú út porából. Köpönyeget veszek, búval és bánattal, kizsinóroztatom, sűrű könnyeimmel kigomboztattatom. A felvidékről kitelepítettek emléknapja előestéjén Tatán is megtartották a már hagyományos koszorúzással egybekötött megemlékezést a Szőgyéni utcai emléktáblánál. A gyökereinknek az ápolása, a történtek elismerése és tudomásul vétele, és a fiataloknak való átadása azt gondoljuk, hogy nagyon fontos. Az emlékezet még fontosabb, ezeket a tényeket nem szabad elfelejteni, és mi annak örülünk, hogy ebben a testvértelepülésről ideérkező vendégeink egyetértenek velünk, és éppen ezért a zenében, a versben és az emlékező szövegekben erre tudunk emlékezni. A koszorúzáson részt vett Szőgyén polgármestere és Tataváros díszpolgára a szintén szőgyéni Berényi Kornélia, aki egy József Attila verssel készült a megemlékezésre. Tavaly is már itt emlékeztünk, igen, és hát most újra eljöttünk, és ilyen jeles nap, hogy a József Attila születésnapja, és ezért választottam én erre a itteni megemlékezésre a Levegőt című verset, aztán a Dunán át pedig majd a Művházba, és hát nagy öröm az, hogy felvidékiek jöttek, nyitrai
mellől, egy tényleg olyan helyről, ahol nagyon-nagyon kevés a magyar, és ilyen kis sziget, és hát nagyon jó, hogy így ápolják a hagyományokat. És hát mi nekünk szögyénieknek meg különösen nagy dolog az, hogy itt a Szögyéni utcában az emléktáblánál ünnepelhetünk, és hát emlékezünk erre a szégyenteljes dologra, aminek még nincs a végén pont, és hát mindig történnek olyan dolgok, amik fölzaklatják az ember. De nagy dolog nekünk az, hogy Tata a testvérváros így felkarol minket, és ezzel is erőt ad nekünk, hogy tényleg ilyen erkölcsi szinten is, és hát nagy dolog az, hogy itt lehetünk, és ezt nagyon-nagyon köszönjük. Én a szögyéniek nevébe ezt mondhatom el. A megemlékezés a Magyari Zoltán Művelődési Központban folytatódott egy ballada estel. Az Emléknap programjáról részletes összeállítást Szerdai magazin műsorunkban láthatnak. Köszönjük figyelmüket! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták, mely programmal egy hét múlva jelentkezünk majd. További szép estét kívánunk, viszontlátásra!